A videót a Collector.hu támogatta. A legújabb Premier League cuccok megtalálhatók a webshopban. Link a leírásban. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futbalkárcón, és a mai videóban Collector-os dobozt fogunk megnézni. Ráadásul nem pici doboz, ez az itthon kaptató blister dobozoknál jóval-jóval vastagabb. Ez a Multiset, kizárólag Angliában a Premier League cuccokhoz kapható jó vastag, 61 kártyával megpakolt cucc, 10 csomag, plusz egy online coin kárt, úgyhogy nagyon izgatott vagyok. Nem olcsó, de tényleg tele van kártyával, úgyhogy ezzel rendesen meg tudjuk boostolni a még üresen tátongó albumomat, gerinces, durva album. Ha ezt nem láttátok volna, mindenképpen csekkoljátok jobb felsőbe, mert az is megér egy misét. Most viszont nézzük meg akkor ezt a dobozkát keresek valami helyet, ahol nem teljes mértékben szakítom szét, csak úgy módjával szakítom szét. És utána akkor meg is nézzük, hogy mi van benne. Hát az biztos, hogy tele van pakolva csomagokkal, ezt érezni is lehet a súlyán. És ott az online coin kártya, ez már azonnal ki is esik a dobozból, ami egyébként parádisan jól néz ki, úgyhogy megkapja a bal felsőbe Hát Nézzük már az online coin kártyát, 650 coin, azért az elég durva, hátulján egy kód, ennek kapcsán, amit lehet, hogy megnézzünk majd itt a Premier League abba, mert az is elég jól sikerült, úgyhogy ez menő, ez menő. Király albumba is szerintem simán be lehetne tenni. Valami csillogós effektet azért rakhattak volna rá, de így is jól néz ki. Úgyhogy ez akár jöhet is egy szolidka kis standre. 650 coin, de durványit még a FIFA 365-ös adnak. Na nézzük a rengeteg csomagot. Azt a mindenit... Megvan mind a tíz, de ez nagyon durva. Jól néz ki, jól néz ki. Ezeket most el is kezdem akkor bontani, hiszen szeretnék rámenni valami igazán jó kártyára. Mondjuk egy Golden Ball-erre, vagy Invincible-re. 50 csomagunként lehet nyitni. Tehát igazából semmi esélyem, hogy ezek közül nyissak. Nagyon-nagyon minimális. De én mégis bízok benne, hát ha bejön. Vagy a Fire, illetve az Ice kártyák is 9 és fél csomagunként, tehát egy darabnak kell itt lennie remélem, hogy ez így is van. És mellé áll a Panini szerencse keze. Meglátjuk, meglátjuk. Lightning az első, egy Timo Werner, nagyon jól néz ki ez is. Szép kis lap, Gamebreaker, Brightonos, Bissuma, majd utána kis kódkártya, ezt majd előjük az alkalmazásban. Van itt egy Mutinyó, illetve egy Benrahama. Jézusom, ezek a algériaknak meg az ilyen arab játékosoknak elég komoly neveik vannak, és hát jó is fociznak a Premier League-be. Romeo, majd utána egy Cantwell, Norwich, teljesen okés volt az első pak, semmi kiemelkedő, de rendben volt. Nézzük és következő, megint Lightning-gal kezdünk, csak úgy, mint az előbb, ez egy szár, majd utána egy hírólap, francia Mbemou, de jó, de is teszem. Tehát nem, line-up kártya, nagyon szép, ez is ötletes, hogy ilyen line alkalmaznak, dokuré, majd utána az appos kártya, ugye itt nincs a kód a lapok hátulján, külön papírkával oldották meg, mint az EB szériánál, Mács is egy eze, úgyhogy ez a pak, hát igazából line-up nem minősül, akkor a nagy különlegesnek, én mégis nagyon szeretem ezt a típust jöhet a következő. Ú, ez már komolyabb. Az figyelt. Diamond típusú fofána, és én is visszatükröződök benne, annyira durván jól néz ki. És a logó, fantasztikusan jól sikerültek idén a logók. Burnley, ez a kettő különleges, ez igazán kiemelendő, ez jól sikerült ez a pak. Timo Werner, én, majd utána Chelsea is, Thiago Silva, Aston Villa Davis. Ez, ez izmos volt, ez jó volt. Nagyon tetszenek ez, ezek a Diamond kártyák is. Jön a következő. Defensive Rock. Így de jól néz ki. Ruben Diaz. Majd utána egy Gamebreaker Ellen. Itt az elején a két csillogóst le is tudtuk. Majd utána van egy Cleverly, egy Henry, Henry, Thierry Henry-nak a ismerőse lenne? Hollywood Betts. Majd utána egy Virgil van Dijk, illetve egy Hayden, Isaac Hayden Newcastle játékos. Jöjjön a következő csomag. Topkeeper, David Deha, így van, így van. Majd utána egy Fire, ez új Fire típusú lap, és ott is van, de jól néz ki, nagyon-nagyon tetszik. Van Bissaka, őrületesen jól néz ki, de tényleg srácok, zseniálisan jól megcsinálták. Gyempó, majd utána Benteke, kódos kártya, illetve Unitedból van itt nekünk egy Luxo, illetve egy Leedsből egy Rafinha, úgyhogy ezek pedig a bézlapok. Hát igazából Fire vagy Ice szerettem volna nyitni, ez meg is van, úgyhogy így már nem kell annyira aggodalmaskodnom de ettől még várom a jó lapokat, hát ha beadja. Lightning Lucas Mura, Watford logó, a kettő különleges itt is megvan, egy Peters, Inks, majd utána egy Wolverhampton-os Quadi, majd utána egy Kraft, Svéd játékos. Jól van, négy csomag van hátra, Elite-típusú, arzenálos Abu tetszik ez a narancsárga dizájn, ez is elég jól néz ki. Hero Cantwell, Norwich, majd utána egy Louise, egy line-up kártya, a Brighton-tól még egy Brighton játékos, McAllister, majd utána arzenálos Rob Holding, így nézünk ki. Három csomag maradt mindösszesen, úgyhogy ebből kell megváltani a világot. Top Keeper, Ederson majd utána egy Ice beadta a másik új kategóriát, az Ice-t. Nagyon-nagyon jól néz ki, az is. Majd egy Salisu, Fabianski, Ferran Tarkovski. Fú, de örülök. A fire meg az Ice-nak ezeket ki is szeretném emelni. Legalább így, hogy ide rakom azt a minden itt, de jól néz ki. Van még két pak, nézzük meg azokat is, hát ha jön belőlük még valami jó. Defensív Rock. Lássuk is meg Tarkovsky. Ugye előbb néztük a bézlapját. Rafinha Fire! Megint! Beadta megint! Mennyire jó! Bowen, Salah, majd utána egy Bergwin, itt a végére pedig egy Iheanacho. ácsó, fantasztikus. Utolsó csomagot is nézzük meg. Ez egy elit típusú lesz. Benford, Leeds United, majd utána a gamebreaker Bednerek, Kódlap, itt van egy Lukasz Dinje, egy Dendoker, Norwich City is, Giano Luis, görög játékos, illetve egy Lamele. Tehát itt nem jött igazából olyan extra durván jó. Tehát nem voltak meg ezek a Golden Baller típusú lapok, pedig arra nagyon rá akartam volna hajtani, hogy legyen egy végre. Viszont itt volt a Diamond, ami ritkábbnak számít, az új típusú kártyákból pedig három is jött, ami miatt én nagyon-nagyon boldog vagyok, meg 9,5 csomagonként van a hivatalosan, úgyhogy végül is azt mondhatjuk összességében, az nem volt ez egy rossz bontás. Köszönöm nektek a figyelmet, remélem, hogy tetszett, Tök jó, hogy Magyarországon is lehet ilyet kapni, mármint, hogy újságosoknál persze nem, de legalább egy bolt behozta nekünk, úgyhogy ha felkeltette az érdeklődéseteket, mindenképpen lesetek rá, illetve nézzetek rá a trading kárcra is, hiszen ott is folytatódik a kollektólos bontás, méghozzá 5 darab Forma 1-es multipakkal, ez is poén lesz. Legyetek jók, sziasztok!